Úristen, de régettem már japán édességeket. És most, ahogy csináltam a montázsokat, amit ha még nem láttál, nézd meg, van egy rövid is, meg egy hosszú is a csatorna életéről, nagyon durván megkívántam a japán különlegességeket, a finomságokat, az igazi tokiói finomságokat. És tudom, hogy ti is nagyon-nagyon szeretitek, amikor királyságos japán különlegességeket kóstolunk meg itt, a Jánosi Gergő csatornán. Ezért ismételten elhoztam sokatok nagy kedvencét, a Tokyo Treat-et. Ez az egyik leges, legkirályabb doboz. Az édességrajongók számára, a különleges édességrajongók számára, tehát például számomra. Ez egy tökéletes doboz. Ez egy ilyen havi feliratkozós doboz, aminek az lényege, hogy minden hónapban kiküldik neked, és attól függően, hogy miért választottál, különleges, érdekes és számunkra beszerezhetetlen japán édességeket tartalmaz. Soha nem ismétlődik, mindig újabb finomságokat kapsz benne. És jöhet is a kérdés, hogy Gergő, hogyan szerezhetem be? Itt van a leírásban, rögtön a leírásban ott van egy link. Arra rákattintasz, ott ki tudod választani, hogy a prémium vagy a klasszik dobozt kéred, ez a prémium doboz. Azok után ki tudod választani, hogy hány hónapra szeretnéd megrendelni. Utána megrendeled például az egy hónaposat, az árak ott lesznek dollárba, tehát onnan át tudjátok számolni. Megrendelitek, és 3-4 hét maximum, mire megérkezik bankkártyával vagy PayPal-la lehet fizetni, az oldal teljes mértékben biztonságos, hogyha arról a linkről veszitek, ami ott van a leírás, úgyhogy srácok, ha szeretnétek kipróbálni, ti is megtehetitek, ott van lent a link a leírásban, nézzétek meg, és ha kíváncsiak vagytok, hogy mi van benne, hát akkor maradjatok velem, nyomjatok egy lájkot, és bontsuk ki ezt a királyságos dobost, ami egyenesen Japánból érkezett. Na most nincs nálam semmilyen olló, meg semmi, úgyhogy most egy tollal fogjuk kiaplikálni. Ennyi volt. Meglepően gyors volt. Úgyhogy srácok, újra Tokyo Treat, unboxing együnk. Jesus Christ, már kiesett valami. Azt az eget, ezt nézzétek. Na most őszintén. Hát mennyiféle királyság van már benne? Úristen, erre egy videó elég sem lesz. De Jesus Christ! Szerintem vágjunk is bele gyorsan. Üdvözlünk titeket a Tokyo Treat családba. Konnichiwa! Srácok, és együk is ki az első édességet, ami már rögtön nagyon-nagyon tetszik, és szerintem biztosan nagy kedvencem lesz. Ez a rózsaszín eper bevonatú valami. Na most ennek az a lényeg, hogy ezek tényleg Japánból vannak, ezért biztosan semmiféle angol szöveg nem lesz rajta. Jó, természetesen a nevét kivéve, hogy az Crisps. Ez valami epres rákcsa. Úristen. Úristen, milyen jó illata van, srácok. Úristen. Mondjuk nem úgy néz ki. Esküszöm, nem teljesen úgy néz ki, mint a képen, de remi, az illata zseniális. Jaj, hogy én nem erre számítottam. Az illata százszor jobb, meg a kinézete százszor jobb, mint az íze. Nem éppen érzem az epres ízt, inkább joghurtos, egy finom joghurtos kekszszerűség. De az biztos, hogy teljesen más, mint a mi kekszeink. Százezer százalékkal másabb. Azt hittem, hogy nagy kedvencem lesz. Hát nem úgy néz ki. Úgyhogy menjünk is tovább egy másik kis csomagra, ami szintén megint valami nagyon menő érdekességet foglal magában. Ezt nézzétek. Szintén fogalma sincs Gergőnek, hogy mi lehet ez. Júj. Ilyenkor a legjobb, ha szagolsz, mert másra nem tudsz hagyatkozni. Elméletileg van benne valahol egy füzet, ahol le van írva, de ebbe így ez az izgalmas. Úgyhogy ha ti is vettetek egyet, vagy ti is rendeltek, ne nézzétek meg. Próbáljatok tippelni, hogy mi az. Most például egy ilyen kis darabot szedtem ki. De jó! Ez hagymás vagy fokhagymás chips. Vagyis ilyen kis darabok. Ez nagyon király. Erősen fokhagymás hagymás, aki szereti a hagymás chipset. Váó! Ez idáig nagy, ez nagy kedvencem. Már most! Következő szintén chips, ami nagyon-nagyon jól néz ki. Ez ilyen barbecue-szerű chips lehet, nem? Hogy homnyom? Tudom... Tudom, hogy nem ez van odaírva. Rengeteg japán édességet kóstoltam meg, srácok, ha nem láttátok ezeket a videókat, Tokyo Treatből is csináltam már sokfélét, akkor nézzétek meg, azért szeretem annyira, mert tényleg nagyon-nagyon jó minőség ez a doboz. És a Jesus Christ, érdekes, olyan kinézete, mintha mogyorús chips lenne pedig, mármint a dobozán. Tehát ilyen kis barna darabok vannak rajta. Olyan sokkal keményebb. Ez barbecue-s. De jó! De jó! Ezek a legjobb chipsek a világon. Lehet, hogy ezt nem is chipsnek hívják. Srácok, úgy adnék nektek. Hihetetlenül finom. De komolyan, sokkoló. Még egy chips! Ez sima burgonya chips lesz szerintem. Ezt hagyjuk későbbre. Érdekességeket akarok. Hogyha szintén valami... Jaj.
valami jó kinézőt nézzünk. Hát ez azért elég menőn néz ki. Ezek a japán dolgok mindig is olyan jól néztek ki. Egy nagy szőlő van a tetején. Úgyhogy reméljük valami szőlő, mert a szőlőset szeretem. És a dobozban van egy kisebb doboz. Itt, ez mi? Aki tud japánul, az most előnyben van. Matrica? Vagy mi az? Tetovál? Matrica! Wow! Egy nagyon menő cukrász matrica. Cukrász matrica. De nézzük az édességet, ne csak a matricát. Ó, szőlő illata van! És már nagyon sokszor mondtam, hogy a japánoknak a édességeik nagyon durván erősen hasonlítanak például a gumicukraik. Szerintem a legjobb gumicukrok a Japánban kaphatóak. Mert tehát itt is, ezt nem tudom nektek az a baj mutatni az illatát értelemszerűen, de olyan, mintha tényleg kék szőlő szagolnék. Ennek viszont nagyon furcsa állaga. Érzem a kék szőlőt a számba, hogy folyik le. Ez egy sima kex, olyan, mint amit először kóstoltam. Viszont kék szőlő csillag. Úristen, hogyan csinálják? Jobb is, ha nem tudom elolvasni, mert biztos tele van mindenféle jóval. Ez? Kossuk meg az alsót, mit szóltok hozzá? Jó. Fogalmam sincs. Szagolok. Hát ez ilyen kis lap. Ez az, ami rajta van. De milyen ízű! Jó, nem vészes, csak megijedtem. Nagyon pikáns. Az állaga nagyon különleges, mint az íz nekem furi. Kövi. Ezek valami japáni? Ez Pokémon? Nem, mert akkor rajta lenne a Pokémon logo. Ez valami más. Vagy lehet? Nem tudom. Pokémon! Ez a srácok! Menő igazi japánból. Pokémon kártyák. Wow! Eszni. Ez Pokémon édesség? Úristen! És nézzétek már, milyen szép lapot kaptunk! Aki gyűjti a Pokémon kártyákat, az biztos most tudja, hogy ez mi. Én a kártyákat nagyon kiskoromban gyűjtöttem, de gyönyörű a kártya, és nem mondjátok, hogy ez valami Pokémonos gumicukor. De figyelj, ez olyan, mint egy kis slime. Na jó, srácok! Slime cukor. Azt a Pokémonos... Láttatok már ilyet? Őszintén, srácok, írjátok le kommentben. Valaha láttatok már ilyet? Van még egy olyan magyar videós, aki mutatott nektek pontosan úgy... Befejeztem. Ez azt az eget. Érzem a Pokémon. Nagyon finom, ilyen epresszőlős. Ez a nagyon-nagyon jó állaga van. És hát mi zseniálisan néz már ki? Srácok, ez a doboz engem lenyűgözött. Ezt nagyon szeretem. Ez az ilyen hosszúkás chips. Ez tipikusan japán. Nagyon sokfélét kóstoltam már. Volt, ami tintahalas volt, meg ilyenek. Ez egy ilyen rúd chips, aminek egy lyuk van a közepébe. Ez kukoricás. Úristen, mintha rendes kukoricát ennél. Az a nem, hogy karácsonyi. Hát nem tudtam, hogy karácsonykor kukoricát eszünk, de úristen, milyen jó íze van! Srácok, aki szereti az édességeket, ott van a link, nézze meg. Hihetetlen. Jaj, srácok, ilyet ettem. Ez macsás KitKat, tehát zöldteás KitKat. Ebben van külön videónk Kingával, keressétek meg. Japán KitKat kóstolás, fenomenálisak. De most nagyon megszomjaztam, és most vettem észre, hogy van egy fantánk. És ilyen fantát sem biztos, hogy láttatok, sőt, én még nem is láttam. Ez egy igazi, eredeti japán körte fanta. Tehát ott van rajta, hogy fanta. Teljesen máshogy néz ki, mint a miénk. Lehet, hogy semmi köze, de biztos, hogy van hozzá valami köze. Nézzétek meg a kupakját! De jó körtés illata van! De király! Imádom az ilyen különleges dolgokat! Imádom, amikor újdonságokat próbáltok ki, újdonságokat kóstoltok meg! Srácok, zseniális! Zseniális, aki szereti a körtét! Japán szódákat is kóstoltam már meg, de ilyet még nem ittam! Hatalmas nagy like neki! És úgy látom, hogy van itt valami cukorkánk is, valami epres cukorkánk. Ez úgy néz ki, mintha egy nyalóka lenne. Pedig érzem, hogy cukorka. És visszazárhatós. Aha, ezek ilyen picike, szerintem málnás epres. Tudjátok, van ilyen csupa-csupsz nyalóka. Epres, na ez olyan. Nagyon finom eper. Epres málna íze van. És van itt nekünk egy Lotte. Szerintem ez egy rágó. Egy Lotte rágónk. Amire egy agy van.
vagyis az agyad van kijelölve, vagy ez nem tudom, hogy rágó egyáltalán. Ez ami agyserkentő rágó. Amúgy srácok, most nem kaptam olyan tasakat, ami bele van írva, hogy micsoda. Oha, jó meg. Wow, figyeljetek! Azért mi menő rágós csomagolás már ez? Na, vegyünk is ki egyet. Egy kiugrott. Egyesével vannak ezek csomagolva, remélem jól tippelek is. Na jó, figyeljetek! Így van, egyesével becsomagolva minden rágó. Jaj, csak nehogy valami íze legyen. Reméljük jó. Rágó. Mentolos. Biztos, hogy van benne valami különlegesség, amire ez az agyserkentő dolog rá van írva. Na és! Még van egy ilyen kitünk. És még van még ez egy innivaló por. Ezt pedig tudjátok, japán édességek, úgyhogy ha szeretnétek, hogy még ezt a kettőt kipróbáljuk, megkóstoljuk a KitKatot, akkor nyomjatok egy óriási lájkot, és akkor kipróbáljuk őket a legközelebb, és még egyszer, hogyha szeretnétek ti is ilyen dobozt, akkor lent van a link, menjetek rá, nyugodtan megrendeljetek, csak ajánlani tudom, fenomenális, fantasztikus édességek vannak, és jó itt engem nézni, de azért jobb kipróbálni. És most akkor az első három helyezett jöjjön, ami srácok fenomenálisan, rettenetesen nehéz döntés lesz, mert egyszerűen Jesus Christ, mindegyik nagyon-nagyon finom. De ha választanom kéne első helyezetet, akkor az íz, de legfőképpen a kinézet miatt ezt a Pokémon kártyás gumicukrot választanám. Hát már fenomenális, imádom a Pokémont, aki szereti, annak ez valami csoda. Második helyezett szintén nagyon-nagyon különleges, ez a szöllős kex. Rettenetesen durva szőlő íze van, érzem, hogy a kék szőlő lefolyik a torkomon, ilyen finom. És a harmadik helyezett az ez a barbecue-szerű chips, mert hát olyan zseniális barbecue íze van, mint jobb íze van, mint a barbecue. Tényleg srácok, zseniálisan finom, és a többi is nagyon jó volt. Egy-kettő volt, ami olyan furcsa volt, mint például ezek itt. Ebből csak egyet kóstoltam meg, de ez nem jött be. Továbbá ez itt nagyon-nagyon jó illatú volt, de az íze nem volt olyan finom. És a többi szinte mind jó volt. És srácok, ha szeretnétek még, hogy bontsunk ilyen tokirtulites dobozokat, akkor semmi más dolgotok nincsen, mint egy lájkot nyomni, feliratkozni és csatlakozni a világ legjobb csapatába, a Jágerekhez, napi király videókért, mert mi minden nap találkozunk 18 órakor itt a Jánosi Gergő csatornán. Ha szeretnél ilyen nagyon menő Jágeres termékeket, akkor a videosbolt.hu per Jánosi Gergő oldalon beszerezheted őket, és ne feledd, a Tokyo Treat-et lent az infóhozon található linken megrendelheted és beszerezheted. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor már tudjátok. És itt van kettő darab videó, meg a fejem van a feliratkozás. Ha nem bírod ki holnapig, ezt a kettőt megnézheted és feliratkozhat a csatornára. Találkozunk holnap, legyen további szép napotok. Sziasztok!